Let's go! Let's go Lakeside Rock and Roll! Dai, eu vou nessa cara. Mostad. És csak annyit, hogy szia barát. Szia barát. Nem részeg vagy már most. Dehogy is. Semmit nem ittam ma még. Most kaptam az első csodát. Na, ők felállították ezt a kurva cirkuszt, mi meg felállítottak ezt a militári egységet. Big Pop, úgyhogy most már lehetünk hinni. Csáá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 
Norway Street Drive. That's a gold bar, Rick Cash. Szavasztok, végre itt vagyunk Agárdonban, meg leültünk egy üveg sörre, meg két jégerre. Abolás, sok jéger. Itt van drága barátom, Pető, ifjabb Pető Matyi, ott az idősebb Pető Matyi. Itt vagyunk, jól érezzük. Itt meg a legkisebb tag, az Atya Úristen Álmos, bazd meg, olyan rakabéli dobos lesz belőle, hogy beszartod. Úgyhogy innen jelentkezünk most, tartsatok velünk, következik egy kurva Atya Úristen, bevaszos. Egy dzsemelés. Egy olyan dzsemelés, mint ma, amit csak csütörtök van. Péntek, szombat, vasárnap még fogunk jelentkezni, hogy tartsatok velünk. Kövessetek! Let's go for the night. Well, all this love and love is street to ride. Go, Cash, go! Well, I'm your mama, baby. She's my big mama, baby. She's my big mama, baby. Well, I'm a big mama, baby. Three to ride.
She got a broke-down El Camino in the front yard up on Broad. Her mom walks around in a pink dress. Oh, that guy. She don't mind a baseball game in the middle of the light and in the rain. She's a pain in my brain, drives me insane, but I love her just the same. Boys, love her just the same. Something in the water. Something in the water. What makes her crazy? I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. She does her makeup and hair, could cook fried chicken in her underwear. She drinks malt liquor for lunch and dinner and sends me running scared. She yells, she screams, and she beats me, but I don't mind the way she treats me. She'll someday lead to my death, I know, but I stay with her just the same. Boys, special lépés. Tedd le a shirt, mert ki lőtt belőle. Something in the water. Második lépés. Azért ne ugorj bele, mert lehetnek ott sziklák. Válasz ki a helyszínt, ahol nem. I don't know, never seen anything like her before. Hát, hölgyeim és uraim, megint eljöttünk, itt vagyunk Agárdon a Lakeside Weekenden, ez még csak a pénteki nap, hát a tegnap elég elferdült. Vagy én ferdültem el? Nem tudom eldönteni, de kurva jó volt, úgyhogy innentől már csak, ennél már csak jobb lesz, na sziasztok! Az összes ruhájában van bennük a vízben! Az összes, bazd, én se vettem, bazd meg! Need them just the same. Something in the water. There's something in the water. What makes her crazy? I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. What makes her crazy? Well, 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 just because you think you're so pretty, and just because your mama thinks you're hot, well, just because you think you got something like no other girl has got, well, you call us to spend all our time. Hát hogy közben játszunk Balaton Almádéban, úgyhogy kezdünk egy kis kitérőt, de aztán jövünk vissza a gyártába. Well, there'll come a time when old Santa, he won't pay the bills for you. Well, you caused me to lose all our women, and now little girl, you say we're through. Well, I'm telling you, baby, I was through you a long, long, long time ago. Ihar, nem lesz ihar, meg kell fejtsük, hogyha nem tudjuk megtartani, és nagyon úgy néz ki, hogy nem tudjuk, a 4 órás koncertet itt a parton, akkor az is lehet, hogy valahogy kicsit korábban kezdjük az estit a sátorban, de még ez kialakul, itt elmondjuk, hogyha egy mód van rá. Köszönjük szépen!
estét, el láncot hajt itt a házat, rohanj el az utó. Ha már nekünk innen messzire, ha fücsülnek rá, ne hallgass senki ne! Jaj, a ház, tiltott sej számodra, szépen! Mi voltunk a Pedrán, a Dobó, mert további jó szórakozást, hatalmas koncertek várhatók itt a Nagy Sátorban. Sziasztok még egyszer! Orbán Klaudia, hölgyeim és uraim. Fodrász, jó? Fodrász. Milyen hajakat csinálsz, Klaudia? Mint is. És itt van tőlem balra az egyetlen és utánozhatatlan a Johnny! És holnap DJ-zik a Johnny, majd ezt is be 5 órakor. 5 órakor ott leszünk, megnézzük a Johnny-t. Illetve itt egy csomó shop, rengeteg minden fasz a cucc. És most jöttünk ki a Prison Band koncertjéről, és többen is kiakadtak azon, hogy maximálisan józan vagyok, és ez számomra is teljesen érthetetlen és fura, de az igazság, hogy csütörtök óta rosszul voltam, úgyhogy kell egy olyan nap, amikor nem tiszta vagyok, úgy értem. Hogy most lesz az osztrák zenekar, azt még megnézzük, sikerült táncolnom egy idősebb hölgyel, nagyon király volt, azt hiszem, hogy kicsit jobban vezette. Szevasztok! Túl sokat is el, nem? Túl keveset. Hölgyeim és uram, egy vérbeli Teddy Boy. Most még lesz egy osztrák koncert, állítólag be fogunk fosni, olyan jó zenekar lesz, tartsatok velünk még onnan is bevágottást, mit tett eszem. Aztán józanul lefekszünk meg, hát ilyen is kell az életbe egyszer. Sziasztok! Éljen a rockabilly!
Kicsit nem ideillő volt, de aztán azon gondolkoztam, hogy ha 4 napig 99%-ban rockabilly szól, akkor lehet, hogy egy ilyen vérfrissítés egyébként nem árt, de azt hittük, hogy sokkal odabaszósabb, kőkemény rockabilly lesz, de egyébként nem volt rossz, így is teli volt, tehát volt igény rá. Jót hullattunk, az a funky szektor, nem? Töntsétek el ti! A funky. A fesztivál így is kurva jó, és most pedig egy... A Lakeside viszont a világ legjobb fesztiválja, csak szóval. Most viszont egy kurva és MC-sen van itt, hát a mögött, ami egyébként minden évben van, és nagyon-nagyon jó. És hát egyébként az énekesünk lesz holnapi interjú alany. Vele beszélgetünk majd arról, hogy lett ő ilyen elbaszott királycsávó. Ilyen macsó. Egy ilyen senki. Hogy lettem senki? Ilyen csődött. Úgyhogy vele beszélgetünk a Medvede Dagómezről, illetve a rockabilly világról. Meg ami majd jön. Na csá! Hát reggel van, és még jól tettem, hogy nem luktam be, mert viszonylag friss vagyok, és ide reggel 9 óra 50 perc van, és 12 órakor lépünk fel Pakson, aztán még onnan megint jövünk majd vissza, úgyhogy még mindig nincs vége, hogy én is I wanna see you point blank. I wanna see the whites of your eyes. I wanna give you my thanks. I wanna thank you for all of your lies. I wanna hug you, wanna kiss you, wanna say that I won't miss you 'cause I'll be out of you and through. Well, hello, looky, looky, baby, you don't have to lie to me. Well, hello, looky, looky, baby, you don't have to lie to me. 'Cause if you're gonna lie, baby, go away and leave me be. I wanna tell you we're through. I wanna tell you this is the end. Don't wanna see you. Again. I wanna tell you that you're nowhere and I wish that you would go there 'cause I'm me and I need you too. I wanna tell you this is the end. Don't wanna see you no more. Don't wanna hear you gonna lie again. I wanna tell you that you're nowhere and I wish that you would go there 'cause of me and of you is true. 'Cause of me and of you is true. 'Cause of me and of you is true. 'Cause of me and you is true. I wanna see you, baby. Jöttünk és hát igen, ahogy láthattátok, még egy koncert csúszott be, ami egy nagyon érdekes formáció volt benne minden. Tom White and the Mad Circus and the Drunken Sailors and the Dynamite Dudes. És hát
Akit most láthattatok az előbb, az egy nagyon-nagyon ígéretes fiatal csapata, a Bravo Johnny, akiket eddig én még nem láttam, de nagyon-nagyon király rockabillyt játszanak. És most pedig eljött ugye az interjú ideje a Kockás Petivel. Akkor egy Crazy Kevin nótával folytatjuk. Hát ahogy mondtam, Kockás Peti személyesen, akiről egy nagyon rövid interjút fogunk készíteni. Úgyhogy első kérdésem hozzád, hogy hol ismerted meg a rockabillyt? Én gyerekkoromban megismertem Johnny Cash által, és a Ring of Fire az örök élete beleégett a szívembe, a lelkembe. Valószínűleg ez dolgozik bennem, amikor együtt játszunk a színpadon. Illetve a hajamat valamiért megmagyarázhatatlan módon mindig úgy hordtam, hogy ez itt fel kellett, hogy álljon. Az összes dal, amit most mi együtt játszunk, az annyira közel áll a szívemhez, és annyira tetszik, hogy nem is tudnám nagyon szívvel eljátszani. Azt szeretném még tőled kérdezni, hogy neked mi fogott meg különösen a rockabillyben, vagy mi az, ami neked nagyon-nagyon tetszik ezen a műfajban? Hát azt tudom mondani, hogy amit egyébként visszahallok mindenkitől, hogy Peti, ez nagyon a tiéd. Ők hallottak engem már blues zenekarban bassgitározni, hallottak saját szöveges, saját alternatív zenét bassgitározva énekelni, ez volt az első komoly próbálkozás, de amikor veletek lehetek a színpadon, tehát rockabillyről beszélünk, a Bad Man the Dog Boom-es koncertekről, akkor valahogy azt érzem, hogy nagyon nagy élmény, ezt azt tudja, aki megéli. Akkor ezt a teljesen magadénak érzed. Nagyon. De azért, mert szívből, lélekből őszintén az enyém, ezért nem számít már, hogy ki mit van. A jó sem tud sokkal előrébb vinni, és a rossz sem tud lehúzni, mert pontosan tudom, hogy mi a feladatom ebben a rockabilly zenélésben. Azt még mondd nekünk, hogy mit üzensz a fiatalságnak, vagy azoknak, akik nem hallottak még erről műfajnak, mit üzensz nekik? Hát azt üzenem a fiatalságnak, hogy a Balázsnak a vlogját azt mindenképpen valahogy ilyen szinten találják meg. Persze, hogy reklám. És figyeljék azt, hogy ő mit csinál, mert nagyon nagy köztünk a korkülönbség, de valójában nincsen köztünk korkülönbség, mert nem az számít. A lényeg, hogy jusson el hozzájuk, és akinek meg kell szeretni, meg fogja szeretni, mert nagyon szerethető. Ez az egész műfaj, az életforma. Az az út, amit esetleg ti is járni fogtok, vagy amin én elindultam, az, hogy meg kellett tanulnom a That's Alright Mama. Azért voltam hajlandó megtanulni, mert egy nagyon jó dal. Ahogy megmutatták, nekem azonnal megtetszett, és magamével akartam tenni, és az enyém is lett. És sorra jöttek utána a Carl Perkins dalok, jöttek az akkora klasszikusok, mint a Mystery Train, tehát az Elvis elengedhetetlen ebben a műfajban, a Folsom Prison Blues-on ne is beszéljünk. És ami nekem a legszebb a Pedro and the Dark Boomers-ben, és azért merek erről beszélni, mert lehet, hogy ti ezt az utat meg fogjátok járni. Amikor az ember eljuthat egy One Hand Blues-ig, és azt elénekelheti, hát az óriási. De legalábbis koncertre hallgassátok meg, hogy ezt valaki eljátsza a tiszta szívből. Köszönjük szépen, ennyi fért bele. Interjú alany, egy zenésztársam, kollégám és jó barátom, Kockás Peti. Láthattátok. Hallgassatok rockabillyt! Csak a rockabilly! Küldjük a dalokat! Hát eltelt vasárnap este van, eltelt ez az agárt is, ez volt a 24. agárt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Lesz itt még egy kis jam. Úgyhogy otthon találkozunk, onnan jelentkezek. Szevasztok, mi még nyomunk egyet! Épségben hazaértünk, most már jöhet a pihenés. Azt hiszem, hogy jó sok dolog történt
és jó sok dolgot nem is vettem fel, hiszen nagyon nehéz volt mindig magamnál tartani a mobilt, és mindig megörökíteni minden egyes dolgot, így nem minden került bele, amit láthatok, az még így csak egy töredéke, még úgy is, hogy majdnem 30 perc az adás. És amint szeretnék majd még javítani, hogy a fényképezőgépet mindenképpen leváltam egy normális kamerára, mert ezt ugye a telefonnal veszem, ez borzalmas, nagyon szar a képe, nagyon szar a hangja, és folyton megtelik, szóval így hát sokszor kellett azt csinálnom, hogy több kamerából, szívességből felvenni a dolgokat, ezért látható sokszor minőségbeli különbség kamerák között, meg kölcsönkértem telefonokat. Nem túl praktikus, remélem a következő adásban sikerül majd ezt orvosolni. Illetve nagyon nagy köszönet a Living Musicnak, akik szintén ezen a vonalon dolgoznak, hogy emeljék a színvonalat, és nekik köszönhetjük ezt a sok jó profi minőségű felvételt, amit persze én magamtól szedtem le Facebookról live adás gyanánt, ezért nem olyan szépek a felvételek. Az eredeti felvételeket jó minőségben megtalálhatjátok a videó leírásában. Úgyhogy köszönöm nagyon szépen mindenkinek a segítséget, hogy hozzájárultak a műsor színvonalához, és reméljük ennél még jobb lesz. Úgyhogy sok-sok munka van még. Amit Agárdon nagy örömmel tapasztaltam, hogy most sokkal több fiatal látogatott el a 14-20 éves kategóriában, aminek nagyon örültem, hiszen pont ez a célja a blognak, pont ezen szeretnénk dolgozni, hogy minél több fiatalhoz jusson el ez a stílus. És úgy gondolom, hogy igen, elkezdődött valami, és ezen szeretnénk tovább dolgozni. Úgyhogy remélem tetszett ez az adás, legközelebb Szolnokon leszünk, kamionos találkozón a Jampec Party keretein belül, és Gáborral fogok majd egy interjút csinálni, aki szervezi ezt a Jampec Party dolgot. Tartsatok velem legközelebb is, ne feledjétek, Catherine the Media, Kárörvendő Ernő voltam, keep on rocking.